Sziasztok, Doggy vagyok, itt is lennék a 2015-ös év 35. heti snapshotjával. Ebben a snapshotban egyébként túl sok újítás nem történt, úgyhogy ne számítsatok túl hosszú videóra, viszont azt a néhány dolgot, amit megváltoztattak, azt mindenféleképpen megmutatom nektek. Kezdjük szerintem a command blokkokkal, ugyanis most új részt nem építettem nekik, mert így is láthatjátok majd a frissítéseket. Ugye az előző snapshotos videóban, ahogy láthattátok, megváltozott azóta megint a command blokknak a textúrája, ugye itt a nyílnál, illetve ennél a kis körnél, hogyha jobban megnézitek, akkor egy erősebb kontúrvonalat kapott ez a kis minta. Lényegében ennyi a textúra változás, illetve hogyha rákattintotok a command blokkra, akkor van most már még egy gomb, az a Needs Redstone, vagy az Always Active. Ugye ezzel be lehet állítani azt, hogy a command block állandóan aktív legyen, tehát úgy viselkedjen, mintha lenne mellett egy Redstone block, ez az Always Active beállítás, illetve a Needs Redstone az a régi beállítás, tehát hogy jelet kell mellé rakni, például kart, Redstone blokkot, bármi ilyesmit. Ugye ez az alap command blokknál lehet hasznos, bár nem feltétlen. A chainnél mindenféleképpen, ott egyébként úgy tudom, hogyha lerakjuk alapból, akkor ott alapból Always Active-re állítja, és lényegében ennyi. Ennél pedig szerintem mindenféleképpen azt állítsátok be, hogy Needs Redstone, ugyanis, hogyha folyamatosan spammel valamilyen parancsot, az nem feltétlenül jó. Tehát a repeat-nél. Jó, command blokkoknál ennyi újítás van az előző héthez képest. Aztán a következő, láthatjátok, hogy a zombi falusiak kicsit megváltoztak. Most már a mesterségükhöz tartozó ruha van rajtuk. Igazából ez azért jó, mert ugye akik esetleg kicsit jobban beleásták magukat a játékba, azok tudhatják, hogy ugye ezeket a zombi falusiakat vissza lehet alakítani rendes falusivá, viszont mindig lútri volt az, hogy milyen mesterségük lesz. Mostantól egyébként azt a mesterséget kapják, amilyen ruha van rajtuk ugye zombi korukban is, illetve nyilván, hogyha átváltoznak, akkor ugyanaz a mesterségük lesz, mint ami előtte volt. Most gyorsan vissza is változtatom őket, és akkor majd megnézzük, hogy ez pontosan hogyan is működik. Ahogy látom, ez a szélső nem kapta meg a gyengeséget. Vagy... hát én nem tudom. Mindegy, kaptak aranyalmát, úgyhogy most már boldogok lehetnek. De mindegy, egyébként személy szerint nekem ez tetszik a legjobban, a hentes. Nagyon szexi az a kis szemöldök, úgyhogy írjátok meg, hogy nektek melyik tetszik a legjobban, a vörös szemű pap, vagy esetleg a félig lemart fejű kovács, tehát hogy nagyon jók lettek. Egyébként tényleg tök jó, hogy mindegyik másképp néz ki, illetve más ugye a ruhájuk is. Illetve az eszközöknél is volt változtatás. Ugye az előző snapshotban mutattam, hogy melyik mennyit sebez, és mennyi idő alatt lehet őket újra használni. Némelyiknél vettek le az időből, azt hiszem a balta most már gyorsabb, tehát hamarabb újra töltődik, viszont 11 helyett már csak 10 attack damage van, és az összes kapa most már fél szívet sebez, és annyi igazából a különbség, hogy a fa kapa az lassabb, mint mondjuk a gyémánt, tehát a fa kapa és az arany kapa az nagyon lassan sebez, a kő is lassan. Igazából mondjam, megmutatom a köztük a különbséget. Most már sajnos nincsen OP kapa, de hát ez van, ezt kell szeretni. Ilyen az arany. Jövőm, hogy átváltok. Szerintem túlélő módban. Szóval ilyen az arany. A fa, hát ez is elég lassú szerintem. Most nem mutatja nekem itt a damage. Attack indicator, ott bár, jó. Így egyszerűbb. Ez ilyen lassan töltödik újra, ez is, ez gyorsabban, ez még gyorsabban, illetve ugye a gyémánt a leggyorsabb, de ugyanúgy fél szívet sebeznek, mint eddig, úgyhogy most már annyira nincs értelme ezeket használni, illetve erőltetni. És hát lényegében szerintem ennyi a változtatás. Túl sok értelmét annak nem látom, hogy most átbeszéljük, hogy melyiket mennyivel gyengítették, vagy éppen gyorsították föl, ugyanis ez még mindig nem végleges verzió, ez még mindig nem a végleges 1.9-es frissítés, úgyhogy addig még bármi lehet, tehát nem garancia az, hogy ugye nem fog változni ez még a későbbiekben, úgyhogy szerintem annak most túl sok jelentősége nincsen. Megvárom, amíg átváltoznak ezek a zombik.
és akkor megnézzük, hogy tényleg mindegyik ugyanazt a mesterséget kapta-e, ami volt nekik, és szerintem akkor el is búcsúzom. Nos, hát mint ahogy láthatjátok, a könyvtáros volt a legerősebb egyébként. Arra nem gondoltam, hogy nem egyszerre fognak visszaváltozni, és igazából így egymásra támadtak, ami annyira nem volt jó. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a végignézést, remélem tetszett nektek ez a videó. A jövő héten is valószínűleg jelentkezem, ha lesz Snapchat. Köszönöm, hogy végignéztétek, Dogi voltam, sziasztok!